Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 8-án kinyílik egy égi kapu a plejádok felé, mert portál nap van. Ez egy finom energiamező, ami földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Egy ilyen napon van gyógyító erő. Kinyílik egy égi kapu a spirituális terület felé. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, arról beszámolok most ebben a videóban. Az, hogy mikor van egy portálnap, ezt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Ebben a maja naptárban van 20 hullám, vagy reszkés. Egy hullám az 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. 7 napból áll. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici. Tehát ebben a maja naptárban van 20 hullám, egy hullám 13 napig tart, és ez a portálnap, október 8-a, ez a negyedik hullámban van, ami jelenti a biztonság érzetét és az alapokat, valaminek a kiépítését. Ez lehet egy biztos munkahely, vagy családi kapcsolatok, vagy egy ház kiépítése, vagy egy párkapcsolat. Itt vannak az alapok. És szükségünk van most a biztonság érzetére, vagy már megalapoztunk valamit. Ez a portál nap, október 8-a, tizedik nap ebben a negyedik hullámban. A tízes szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életünkben. Tulajdonképpen ezen a napon indíthatnánk valamit, mert az energia jó ehhez. De október 8-án félhold van, és félhold mindig kivált bizonytalanságokat bennünk, nincs meg a belső egyensúly. Ezért nem ajánlom ezt a napot egy új kezdetre, hanem várjunk egy napig, és utána cselekedjünk. Viszont tudjuk használni ezt az energiát például a meditálásra, a tervekre, és itt jó ehhez tulajdonképpen az energia, mert ebben a maja naptárban vannak szimbólumok is. És ezen a portál napon Muluk uralkodik, és Muluk lefordítva anyai érzelmeket jelent, vagy általánosságban kihat az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre, és a víz eleme is uralkodik ezen a napon. Mint ahogy a képen látható, így választottam ki a képet, ahol a hold is van, és a víz is van. A víz meg a hold az tulajdonképpen kéz a kézben hat egymással, hiszen a víz az jelenti a hold energiáját, és a hold mozgása kihat a vízre. És az érzelmekre, hiszen a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Ezen a portál napon rendeződhetnek az anyai témák. Vagy ha van ilyen kívánság, hogy szeretnél egy kisbabát, akkor ez az időpont jó a fogamzásra. Amit még jelent a víz meg a hold,
Ezek az elképzelések, az álmok meg a vágyak, ez kihathat a munkahelyedre, hiszen ott is van egy elképzelés, mit szeretnél elérni. Ez most lehet egy spirituális terület, vagy lehet a családi kapcsolat különösen, ami az anyukát illeti. Vagy lehetnek az álmok, vágyak, elképzelések, és az kihat a párkapcsolatra, kihat a szerelemre. Összefoglalnám azt, hogy milyen témák vannak ezen a portál napon. Ennek van egy gyógyító ereje. Kinyílik egy égi kapu a spirituális területre. Ez lehet a hivatásod. Itt most fontos egy új kezdet. Cselekedni kell, de ez a portál nap nem alkalmas a cselekvésekre a félhold miatt, mert az kivált bizonytalanságokat. Hogy áttegyük magunkat ezeken a félelmeken, meg bizonytalanságokon, ebben tud a szertartás segíteni, hiszen meg lesz a belső egyensúly, meg lesz a nyugalom, és a következő napokban már akkor tudunk cselekedni. Az alapok ehhez megvannak. Megvan ehhez a terv, meg az intuíció, de nem szabad elsietni a dolgokat, mert ez a félhold hatás ezen a portál napon, ez nem túl jó egy új kezdetre. De ez hamarosan elmúlik, és akkor már tudunk cselekedni. Ami fontos, ezen a napon, október 8-án, hogy figyeljünk oda az álmokra, az is lehet, hogy van egy álom, és ez az álom, ez egy lelki üzenet számodra, figyelj oda ezekre a képekre, ezekre a belső hangokra, vagy képekre, az is lehet, hogy valaki álmodozik rólad, és megvan ez a telepátikus kapcsolat kettőtök között. Amikor érzelmekről van szó, akkor figyelembe kell azt is venni, hogy vannak negatív érzelmek is. Például félelmek, meg bizonytalanságok, és az mindig egy akadály, különösen egy új kezdetnél. És mivel a félholdnál ez előfordulhat, hogy bizonytalanok vagyunk ebben a helyzetben, vagy nem tudjuk, hogy ez a terv meg tud-e valósulni, igen vagy sem, akkor jobb, ha egy napot várunk, és akkor jobb a helyzet, illetve az energia jobb egy új kezdetre. Tehát ezek a témák vannak. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!